a hétköznapokban és a villanyautosok.hu-n is, amikor elektromos autókról beszélünk, akkor legfőképpen személyautókra, maximum teherautókra gondolunk. A karbonsemlegesség eléréséhez, illetve a föld megmentéséhez legalább ennyire fontos lenne az is, hogy a mezőgazdasági járműveket is elektromosra alakítsuk. Ugyan léteznek már koncepciója jelleggel olyan eszközök, olyan traktorok például, amiket elektromosítottak, de a sorozatban még kevés készül. Viszont lelkes felhasználók már saját házuk táján elkészítették ezeknek az eszközöknek az első példányait. Egy ilyet fogunk ma megnézni. Nyimen vagyunk, Ligeti Gergő birtokán. Őről azt érdemes tudni, hogy a villanyautósok közösségének egyik legelső tagja, most pedig egy ökogazdálkodást üzemeltet itt a faluban, szintén egy közösség tagjaként. Ha már Ájonnal villanyautózott, akkor adta magát a dolog, hogy készítsen egy elektromos traktort is a föld megműveléséhez, illetve a mezőgazdasági munkák segítéséhez. Gergő, ugye nem a családi Ájon alkatrészeit ültettétek át a traktorba? Nem. Hát a traktor, mikor kitaláltam, hogy maga ez egy elektromos traktor legyen, akkor külön szereztünk be egy Ájont hozzá, igazából egy hibásat, tehát egy akkumulátor hibásat, egy kis hibával, és azt építettem bele kifejezetten arra a célra, hogy elektromos legyen. Akkor ezek szerint megvan a válasz arra is, hogy mi lesz azokkal az akkumulátorokkal, amik az autókban már nem lesznek alkalmasak használatra, mert akkor élhetnek tovább akár X-en telepített energiatárolóként, vagy mezőgazdasági eszközökben. Igen. Hát annyi, hogy itt nem elég az akkumulátor, ugye, hanem itt komplet rendszerben kell gondolkozni, tehát itt az egész Ájonnak a teljes villanyhálózata bekerült a traktorba. Motor, töltő? Igen, tehát a fedélzeti töltő, a frekvenciaváltó, minden kompletten, az egész kábelkötek benne van, nem lehetett semmit igazából nagyon kihagyni belőle, hogy működjön kompletten. Ahogy csináltuk, volt segítségem is hozzá, úgy az látszott, hogy valahogy mintha ebbe a traktorba tervezték volna. Tehát tényleg az hogy a kábelkötek, minden a hossza, a különböző egységeknek az elhelyezkedése, tehát hogy így passzolt bele, úgyhogy ebben így szerencsém, féltem tőle az elején, hogy majd komolyabb átalakításokat igényel, meg nehézségeket, de hogy tényleg szerencsénk volt ezzel. Ugye ez nem egy új traktor volt, amit felhasználtatok erre, hanem egy régi dízeles? Igen, ez egy régi T25-ösnek nevezett, vagy kis MTZ-nek nevezett traktor, egy orosz járgány, amiből igazából a dízelmotort egyenesen kivettük, és akkor úgy annak a helyére került be. A váltó, meg minden más, ami a dízelmotor mögött van, igazából minden megmaradt, tehát ugyanúgy sebességváltó, minden maradt, a hidraulika rendszer mindenek megmaradt, csak egyszerűen a meghajtás a dízelmotor helyett most egy elektromotor biztosítja. Közelebb jövünk, akkor látjuk, hogy ugye a dízelmotor az innen indult, és akkor ezt kivéve ide lett szerkesztve a váltóházra egy ilyen adapterlemez, amire a villanymotor direktbe rá lett fogatva. A kuplung az kikerült belőle, tehát ugye az nincsen benne, és a meghajtása az pedig össze lett hozva egy tengelykapcsolóval. Ez volt egyik sarkalatos pontja, hogy az akkumulátor ugye hova kerül. Ugye itt nem kerülhet alulra, mint a villanyautóknál, és akkor itt ezzel kellett játszani, de egész jól sikerült elhelyezni, tehát hogy úgy pont még méretében, még a traktor is megtartotta igazából a traktor kinézetét, tehát hogy formája is szerintem megmaradt, szűken be lett így applikálva oda. És hogy tudod tölteni ezt? A villámtöltési lehetőség? Most nincsen benne a villámtöltőnek, tehát a SADEMO csatlakozó az nincsen beépítve, mert itt igazából nincs szükség rá, meg nincs is lehetőség, hiszen maga a traktor ugye az egy szigetüzemű rendszerről töltődik, és egy kb. 3 kW-os napelem rendszerre lehet tölteni, ami nem ad lehetőséget arra, hogy itt villámtöltésről beszéljünk, úgyhogy egyelőre nincs berakva, de bármikor csatlakoztatható, és akkor villámtölthetővé válik, ugye. Maga a ház is, ahova, tehát a gazdaság, és ide most egy építkezünk, a ház is egy szigetüzemben lesz elkészítve, és
igazából ez kiegészítése. Tehát például a traktornak az egyik funkciója az a háznak az energiatárolásában részt fog venni, mint egy puffertartály. Tehát téli időszakban, amikor a traktor nincsen használatban, vagy kevésbé van használatban, akkor igazából ezt az akkumulátort használni fogjuk arra, hogy eltároljuk arra az időszakra, amikor mondjuk kevesebbet süt a nap. És hogy tudjátok kinyerni belőle az energiát? Hát a kinyerése az egyedi megoldást kívánt. Úgy lett megoldva végül, hogy a akkumulátornak, ugye ez a kb. 340 és 370 voltos egyenáramú feszültséget alakítjuk 48 voltra, tehát van egy ilyen DC-DC konverter, utána pedig azt tápláljuk bele a 48 voltos szigetüzemű rendszerbe. Szerintem mindenképpen fölmerül a kérdés, hogy nem túl kicsi ez az akkumulátor egy ilyen feladat ellátásához. Mit tud a traktor ezzel az akkumulátorral? Igen, hát ugye a nettó kapacitása az azt hiszem 14 kWh az Ionnak. Ugye ez már nem új, mert azért 8 éves akkumulátorról beszélünk. Ilyen 70-75% környéki most az akkumulátor, tehát ennek megfelelően mondjuk van 10 kWh, amivel gazdálkodhat a traktor. Hát ez arra jó, hogy maximálisan igénybe vesszük, ami mondjuk a traktor az egy 20, tehát ez egy 22 kW, 22 25 kW-os teljesítményű dízelmotor volt ebbe, és hogy értelemszerűen a villanymotor is annyira van szabályozva, hogy többet ne adjon hátra a hajtásláncnak, hiszen nem arra van tervezve. Így ezzel a 22 kW-tal, hogyha maximálisan terheljük, mármint olyan gépet rakunk rá, ami folyamatosan, az ugye elvileg fél óra lenne csak, de az a gyakorlatban azt mutatja, hogy azért így egy órát így kényelmesen el lehet nagyobb terhelések mellett menni. Ha meg kisebb terhelésre használjuk, meg csak mászkálunk itt, meg utánfutót viszünk idébb-odébb, akkor mit 3-4 órát is tud menni. Említetted, hogy van egy mulcsozó feltét rá, amivel le tud kaszálni tulajdonképpen a területet. Ezzel mekkora terület járható be egy akku töltésre? Hát ugye ez függ attól, hogy mit kell vágni, mert hogyha nagyon erős a fű, akkor kisebb, tehát akkor jobban, nagyobb teljesítményt igényel, de egy ilyen fél egy hektárt igazából egy töltéssel le lehet vele bulcsozni most ezzel, kimondottan ezzel a géppel. Ugye, ha kaszát használnánk, az lehet, hogy az többet tudna, mert ugye ez a bulcsozás, ez nagyobb igénybevétel. És ha ide hátra jövünk, akkor látjuk ugye, hogy amint mondtam, itt megmaradt a traktornak a minden más funkciója, sőt még bővült, mert plusz hidraulika leágazások készültek, tehát most három kör van hátul, és akkor pont ennek a múlcsozónak, és akkor itt a TLT-n keresztül hajtja, ami ugyanúgy a TLT, villanyos. Az nincs, de? Hát ez a TLT kardántengely, ja. Tehát ez a TLT kihajtás, ez ami ugye a egész váltón keresztül átjön, a villanymotor hajtja ugyanezt direktbe, és akkor így hajtja meg magát a gépet. Megmaradt ugyanúgy, mint minden traktornak van három pontos ilyen felvevő szerkezete, és igazából erre bármilyen eszköz, mindegy, hogy ez egy forgó gép, vagy egy szállító láda, vagy utánfutó, vagy bármit föl lehet rakni, és az adja a traktornak a különlegességét, meg a sokoldalúságát, hogy ide bármilyen eszközt lehet rögzíteni, mivel hogy a traktoron van 230 volt, 12 volt, hidraulika, ugye TLT kihajtás, ugye, így igazából nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy mire használjuk a traktort. Nekünk is van ágaprítónk hozzá, talajfúrónk volt például. Én készítettem amúgy egy olyan felvehető satupadot, amit magára vesz a traktor, minden szerszámmal tele van, egyben egy satupad is, és akkor bárhova el lehet vele menni, és akkor ott helyben lerakja, és akkor ott lehet dolgozni rajta. A raklapot is tud mozgatni, tud emelni akármilyen egy ilyen gémet, egy darunak is funkcionál. Be lett építve egy másik hidraulika szivattyú, az egyik gondja az volt, hogy míg a dízelmotornál, amikor alapjáraton, tehát van alapjárat, álló helyzetben is van alapjárat, akkor a hidraulika szivattyú akkor hajt. De itt az elektromos motor esetén, mikor megállunk, akkor ugye megáll a villanymotor is, akkor álló helyzetben nem lehet a hidraulikát használni, és akkor így ráépítettünk, ott elől látszik. Egy hidraulika szivattyú, ugye itt van a gyári hidraulika szivattyúja, egy fogaskerékhajtású, ez pedig egy, hát ez egy Mercedesnek a kormányszervó szivattyúja.
Ez természetesen nem olyan teljesítmény, ez 12 voltról működik, ez nem olyan nagy teljesítményű, mint a nagy gyári szivattyúja. Ez most egyelőre egy próba, hogy így milyen, aztán hogyha kell, akkor lehet még ezen változtatni. De az a lényeg, hogy álló helyzetben, hogyha nem hajt a villanymotor, akkor is lehet működtetni a hidraulika rendszert. Ezt szeretjük benne, hogyha mondjuk ilyen kisebb munkák van, vagy bármit csinálni kell, mozgatni kell, vinni, rakni, ez mind csöndben történik. Nem az, hogy töfög az a dízelmotor, büdös is amúgy, tehát tényleg ugye én használtam egy évig úgy, hogy ez dízelmotoros volt, és tényleg tehát nagyon hangos a leállítgatások, beindítgatások, vagy állandóan hagyom, hogy járva legyen, kellemetlen. Tényleg. És így viszont nagyon komfortossá teszi az egészet. Szuper, tudunk is vele menni? Persze, hogy ne, hogy ne. Na, akkor hogy is működik ez? Na, igazából kormány. Itt van benne a gázpedál, ami ugyanaz, mint az Ionban. Ez a nagy a fékpedál, ezzel lehet megállni. És akkor igazából itt a váltó, amit neked nem kell használni. A irányváltót kell még irányba rakni, és ugyanúgy, mint egy automataváltós autóban, vagy mint az Ionnál, fék felengedésével elindul. És ugyanúgy tudja ezt a kúszás funkciót, mint a többi. Általában az automataváltós autók. Igen. És akkor a gázpedállal lehet ugye gyorsítani. Igazából olyan, mint egy Dodge Jam, tehát nem tudom, mint egy Dodge Jam. Akkor már bonyolultabb, hogyha, mert itt van differencia, zár, meg irányváltó, különböző fokozatok, mit tudom én, de az most nem érdekes. Ez most még a múlt és a jövő ötvözete, de reméljük, hogy hamarosan újként is egyre több ilyen traktor készül teljesen elektromos hajtással. Ez a készülék most még csak az ilyen precíziós kisméretű gazdaságokban megfelelő, de egy kicsit nagyobb akkumulátorral, illetve nagyobb eszközökkel nagyipari méretben is alkalmazható lesz. Ha szeretnétek a jövőben is hasonló érdekes videókat az elektromobilitás világából, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve kövessétek minden nap a friss híreket a villanyautosok.hu oldalon. Sziasztok! Ez már nem kell! Azt ne nyírd már! Várjál, Tibi, ne! Azt nem a miénk! Tibi, ne! Tibi, ne! Ne, Tibi, te tudod!